hogy indul egy olyan, hogy egyszer csak jön valaki, és azt mondja, hogy urak, lehet rendezni a Dorzéban egy kiállítást. Úgynevezett Orion öve, három csillaga, amit a magyarok régen három királyok csillagának neveztek. Ez a három királyok megy a Sirius fele látszólag. Hát az égen el van mesélve, hogy miért indulnak el a csillag felé. Biztos ismerik azt a tanítást, ami úgy szól, hogy van egy kutya, meg egy macska, vagy hozzá egy ember, mindeket megsimogatja, mindeket megeteti, megitatja, és akkor a kutya így gondolkodik, hogy ez fantasztikus, hogy ugye az ember megetetett, megitatott, megsimogatott, tehát biztos igaz Isten. A vasnak pedig így gondolkodik, hogy ez fantasztikus, ugye ez az ember megetetett, megitatott, megsimogatott, biztos én vagyok az Isten. Szervusz, parancsolj, itt egy szívlapát, hátba váglak jól, mondom így tovább. Állsz és kérdezel, mi az, hogy így tovább? Mondom szerelem, no meg harmóniát. No meg harmóniát. Oh, oh. Egy három királyok történetet választottam. Egy rendkívül izgalmas, mondjuk személy szerint azt gondolom, hogy egy csodálatos iparos munka. El Greco tanítvány, és egy szemmel láthatólag mindent megtanult erről a mesterségről csodálatosan. De hát nyilván a választásom mögött ti szándék, az a tartalom volt, mert ugye a három királyokról akartam valamiért beszélni. Szeretek rá egy kis mentesen fölkészülni, hogy olyan közegben vagyok, ahol nem vagyok otthon. Nem vagyok. Művészet történetben nem igazán, bár megmondom őszintén, hogy ennek a történeti része csak akkor izgalmas, hogyha valami egészen, nem tudom, egyedülálló élettörténet, legendárium, história kapcsolódik hozzá, hiszen a szemünkkel... Hát azon a szinten, hogy a szememmel, és a szívemmel, és az agyammal konstatálom az engem körülbelül eseményeket, úgy igen, tehát nagy rajongó. Nem tudom, szerintem a szimbólumok azok velünk élnek, és egy idő után összeáll a mozaik még a legbárdolatlanabb elmében is. Amit a képről egyébként tudni kell, annak több érdekessége is van. Egyrészt, hogy került Magyarországra, hiszen 1916-ban egy magyar származású amerikai ezredes vásárolta meg egy New York-i aukción, és aztán 1930-ban a múzeumnak, a Színművészeti Múzeumnak ajándékozta. És a 90-es években, amikor egy restaurálás alá került, akkor a röntgen átvilágítás kapcsán, illetve a felső réteg eltávolításával egyrészt felszínre kerültek ezek a csodálatos színek, amik ugye az El Grecói iskolának ilyen jellemző motivumai, másrészt pedig ennek a festőembernek a technikáját utol lehetett érni, vázlatot készített, nem minden figurát festett meg végül, csinált egy önarckép verziót is, de az nem lett benne az eredetiben, szóval hogy egy ilyen misztérium játék az egész. Ász is kérdezel, ez most mit jelent? Talán egy vadat, kit mások elejtenek. Én mondom, az a vad, benned nagy, ezért kell szívlapát. Mi van, ha pont te vagy? Mi van, ha pont te vagy? A fűtő a napban. A paraszti kultúra, amiről beszéltünk, vagy a tradicionális kultúrák, ami hát egyáltalán nem paraszti, mert az összes társadalom, tudomány folyamatosan azt mondja, hogy micsoda fluktuáció volt a mély és magas kultúra között, micsoda átjárhatóság volt, hogy egy Mozart divertimentor a kalotaszegi legényes lehet táncolni, hiszen ott maradt fönn a paraszti kultúra. Hat nyolcat, földobtam, elkaptad, aztán elengedted, jól van, még mehetsz egy
gyökört. De majd megállunk, bőlünk és találunk rendszert az egészben, például te engem, a többiek elférnek, mesélek még egyet arról, valami odalent elveszett, attól még lehet itt hallgatni nagyokat, jó üljetek asztalhoz, 6-8-at, 6-8-at! Van egy Vicente Carducho nevezetű olasz származású spanyol festő, aki a nagy spanyol generációnak a tagja, úgymond. Tehát abban a korban élt, amikor Velázquez, Ribera, Zurbarán, tehát a kis gicses Murillo is közöttük. És ő egy másodvonal belül festő, a Loretói Litániának a szimbólumai láthatók, egy mandorla, vagyis egy mandula alakú dicsfény szegélyén, amit puttók tartanak, lebeg a mandorlában a szűzanyag, kezében a kis Jézussal, lába alatt a hold, fölötte a nap és egy tükör, és a szimbólumok még folytatódnak a földön is. A lényeg az, hogy mindez egy tölcsfán zajlik, és ugye Spanyolországban készült ez a kép, de mondok egy ilyet, hogy Makkos Mária meg Mária Remete, ahol szintén tölcsfán jelent meg a szűzanya. Tehát ez a úgynevezett látomás, ez egy ilyen katolikus toposz. És hát emögött azonban nagyon gazdag mitológiai háttér van, és ugye úgy kapcsolódik az időponthoz, nem azért, mert fa is karácsony, hanem azért, mert december 8-a a szeptőtelen fogantatás napja, ami Mária fogantatásának a napja, de ehhez szokták kapcsolni ezt a fajta úgynevezett megdicsőült Mária mennyek királynői ábrázolást tulajdonképpen. És hát ez a napba öltözött asszony ábrázolással is sokan. Tehát már látja, hogy milyen sok irányba el lehet indulni. De majd megállunk, ülünk és találunk rendszer az egészben, például te engem, a többiek, nem tudom, szerintem meghaltak vendégek, elmennek rendje, a dolgoknak egyet még csengednek, itt adnak valami, szerintem észre sem veszik, ha elveszik, jó, leszek a ház, ha látózni nem akarsz, haza. Hát nyolcsa. Földobta, elkapta.